Köszöntöm Önöket! Ha már az arcmasszázson túl vagyunk, akkor jöhet a relaxációs masszázs. És hogy mi mindenben segít nekünk, erről faggattuk Bíró Tünde masszört. A relaxációs masszázs az érintés művészete, egy olyan masszázs, ami a testünket, lelkünket megnyugtatja. Relaxációs masszázs alatt teljesen ki tudunk kapcsolni. Össze tudjuk szedni a gondolatainkat, attól függően, hogy milyen a lelki állapotunk, különbözőképpen reagálunk rá. A relaxációs masszázs alatt izomlazítás történik, serkenti a vérkeringést, viszont simító és lágyan végzett masszázs technikákat használunk. Amellett, hogy kényeztet, hogy stresszoldó, amellett, hogy lazító, izomtónusunkat segíti elő, bőrt hidratál, azon kívül a pszichénkre is hat, a lelki világunkra pozitív gondolatokat csal elő, bánatot, meg negatív érzéseket nagyjából ki tudjuk küszöbölni legalább egy órára, és testünk, lelkünk egyensúlyban lesz egy kezelés után. A relaxációs masszást mindenkinek ajánlani tudom, hisz mindenkinek szüksége van egy kis pihenésre, viszont krónikus betegek, lelki bánatos betegek, fáradtság esetén ajánlom. Heti egyszer legalább ajánlom a relaxációs masszást. Mindenképpen figyelni kell arra, hogy csendes helyen, jó zene, csendes zene, vagy relaxációs zene legyen az aláfestés. Az aromaterápiás olajok kiegészítik a hatását, jótékony hatását, és tiszta és rendezett környezetben történjen, hiszen minden érzékünkre hat a terem, a technika, az illat és minden. Számomra ez az az időtöltés, amire mindenképp szorítok időt, amikor csak tudok. Próbálják ki Önök is. Köszönöm, hogy velem tartottak, viszontlátásra!